komolyan mondom, ilyen konán esik az eső, mikor éppen akartuk menni a strandra. Hihetetlen. Valójában innyi fajú ez a dolog. Eléggé siki, de eléggé nagyon gázabb lesz. Például ez a mai nap, amikor éppen zuhogni kezd az eső. Krista! Hát ez meg mi? Figyeltünk a partra. Hát itt meg mi történik? Bocsánat, de lehet, hogy arra gondoltam, hogy ezt most kihagynánk ezt a programot. Lehet, hogy arra gondoltam, hogy mi elmehetnénk valahová. Például egy családi látogatásra, mit gondolsz? Te most ugratsz? Tudhatnád, hogy én nem szeretek ide járni. Mindig csak ezek az alattazott dolgok. Ha legalább egyszer belejönni, akkor legalább nem lenni ennyire zizi. Ho-ho-ho-ho, ne olyan hevesen. Te is tudhatnád, hogy végül nagy szlavasztikába keveredtél. Vagy egy kutyúj volt, nem mindegy. Szóval, egy dolgot tehetünk, hogy szépen elmenjünk kiándulni, és vita lezárva. Jó kis vita volt, nem mondom. Hát, azért fel a fejjel, fel a fejjel, fel a fejjel. Mindig ezt mondod, fel a fejjel. Inkább azt mondhatnám, hogy fejjel a bajnak. Te most kigúnyolsz engem? Hát nem én, hanem őt vagy valakit. Felejtsük el. Micsoda szörnyék. Tudhattam volna, hogy itten nem lesz nyári kirándulás. Kopnám, Ambrász, nem látod, hogy éppen szégen nagy drámába szenvedek? Nagy égész lesz, ugye mondtam már neked. Kösz. Hát itt nem lesz semmilyen nyomás. Jaj, ne itt azt tudják el neked. Kösz is, Eperke. Mi? Hát te ki vagy? Eperke vagyok, a drága húgod. Na ne, nem kérek egyebet. Ó, de jó, hogy téged látlak. Azt hittem, hogy már elszem jössz. Hát igen. Figyúsz, kaptok-e tőlem egy kupont? Tesszék. Ez a nász ajándéka, de ne feledjétek. Miért, hogyha jönnének, akkor karmoljátok orrul mindenhol, még azt a pasaszt is. Köszönjük, de majd csak kieveljük. Nincs mit? Na csöztök! Ez óriási. Az nem óriási, hogy te hiszel neki. Mégis minek hinné ezzel a kislánnyal? A fene vinnél. Na, nem mindegy. Megkezdem ezt a úgysívjákot és jól lepő fölöm. Figyelsz, pajtász, jó? Oda leszel nyugasztva. Hát így válsz a húgom majd. Nesze, haszít aki! Nesze! Nem tudtam, hogy ennyi a tanfolyamra járt. Figyú, mondtam, hogy csak egy napra menünk. És nem túlélő túrára van jegyünk. Jaj, na jó, miért is kell vinnünk ennyi szuszott? Hát, hogy nehogy összeakadjunk. Amúgy meg az autó ott van. Nem tudtál szólni korábban. Jaj, te nehéz, jaj. Hiába, túl nehéz neked. Én teljesen kifekszek. Ugye milyen jó ez a kis kiúszanászhoz? Mindenképpen elvágyok. Nincs igazam már? Ez attól függ. Na és ti hogy vagytok? Hé, ezek hova lettek? Jelen. Lasszabban kegyelem. A fene. Meg itt ránk tartalunk. De majd én túlteszek hozzá. A fene. Faszkodjatok, jól is hallgatjuk magunkat. Aj, ez nem adja jól. Mondtam, vegyük magunknak egy papagájt. Akinek jár a szája.
podcastünk, ez a szép széges paradicsom. Te Krista, hol van ott? Ha még egyszer engem ellepítesz, akkor téged fogra kell lepíteni. Na csak, nem is gondoltam, hogy én jegyzik ki lehetnek. Engedj be valahogy. Na, megkaptad. Hűha, nem is gondoltam, hogy én néz ki. Ez nem úgy tűnik, mintha én nézhet ki volna. És csak a bácsikám látott volna. Nagyon kezdjük be. Hát ezt biztos Apple-ke vissza fejére akar vezetni. Ugyan már, és olyan jó felnek tűnt. Lehet, de mi van, hogyha ő itt az áldozat? Lehet, hogy elmetegek, hogy elmenjünk az áldozat. Nem mondod komolyan, hogy itt akarjuk hagyni, hiszen egy idővel szedünk a lészet megött. Két a kólát, van nála TikTok is. Hát én a helyedbe felhívnám valakit. Halló, Rózsika, adjál szépen valakit a csapatból. Igen, igen, a szörnyú lesz, kösz. Szörnyú? Egyetlen az ebédjét ment. Hát rendben, akkor meg készebb viszonylag, na szerviszt. Mi történt? Fajon sincs. Lehet, hogy mégiscsak legyen átűzött. Ez fia. Hát akkor itt kell várakoztatni. Hát ez ilyenek, akkor itt kell várakoztatnunk. Ez reménytelen lehet. Direkt itt fecséljük az időnket. Az is, hogy itt jön valami szemlődni. Bocsánat, itt lesz valami az oszlop? Hű, azt hiszem, hogy szartattam, de azért, hogy elég legyen. Még az ége, és belőled ebben ragú lesz. Hé, de ott! Ne kényezteszt azt az asszonyt, tudhatnád, hogy előbb belőve állsz szemben. Nem gondoltam, hogy te ilyen piszunk a tölpe vagy. Helyiká, nem vagyok tölpe. Ez durva. Ne fogj, adat neked. Kell még egy? Jó, csak üsszed. Ne akart, hogy még egyet popozzák. Kegyelmem, kegyelmeztek egy asszonyodnak és a fejemnek. Na jobb, így kell ezekkel a haverokkal letárgyalni. Kérlek, még egyszer szépen, uram. Látod, én mondtam neked azt, hogy ne kezdjék ki azokkal az idősekkel. És ő kezdte el. Jó, tudom. Lehet, hogy ennyi a balfék voltam, de nem vagyok ennyire hülye. Jó, anyám. Nem tudom, hol látod a szervezek. Apple-kel tudhattál mennyi az idő? Hát nálam 10-42 miért. Ez mindig csúnyán átállt engem. Nem bízdék ebbe az alapban. Mindjárt ő nézek. Hát senki sem jön. De tovább ennyire félrevezettem. Pedig gondoltam volna, hogy ennyire hülye vagy. Hé, gáz! Most vagyok én fajtiszta, ugye mondtam. Voltál fajtiszta. Úgyhogy kivel, hol van a sajt? Hát, ha nincs zöny, akkor jobb lesz, ha nem lesz, hogy menjünk. Remek. Itt akartam ezzel a kovisz törpével. Oké, fiúk, itt vannak. Na szép. Na végre. Végre. Ha is van, de meglepít az itt. Hát, ez nem van. Tét lennétek azok. Üdv újra itthon. Azt hittem, hogy többen vannak, de most látom, hogy egyedül van a szegényke. Köszönöm, hogy ti ide látogattatok.
De ez a kis szám hogy került ide? Ez hosszú történet, véletlenül Odin szegénységére történt, igaz Odin? Most látom, hogy itt a Dörgész. Éppen széget helmi az a szörny? Örvendtem a szerencsének. Nagyon köszönöm. Álljon meg, hogy így tékelem a tanácsaidat, de ezek csak fiúhangból beszélnek ezen a lányok. Tudom, ezek tényleg fiúhangon. Na, egy kis beszélni valam van lányok. Nagyon bocsánat, de nagyon szüket az idő, úgyhogy mi most mentünk is. Fájatok! Majd vendégségben. Na hát, mégis váltuk el a nagy vendégségre. Akarom mondani, nagyon szívesen ezt. Nos, mit tudtok erről a gólyáról? A gólyáról, hát esetleg tudhatnék róla, hogy ez nem stimmel. Tessék, vegyétek belőle a vendég ajándéka. Köszönjük. Vajutatom. Ez nagyon finom. Kösz! Na, addig is, ha már úgyis itt vagyok, akkor készítek nektek egy jó ebédet. Mi szeretnétek mondani a magyarok? Jó ebéd, ez szól a nóta. Az van akkor? Lehet, hogy mindent fel fog talapolni. Ugyan már jó fej? Te szerint egy jó fejnek találod? Tudhatnád, hogy ő egy aranyos kis gazember, te is tudod. Igaz, de négyben jepelkét, tök annyi a cuki volt, csuki. Ő csak félre vezetett, te is tudod. Most kimegyek egy kis levegőre. Hát jó, akkor több jutalról Cold Flakes-ről. Bocsi, ideig beszélhetnénk. Hoppá, ez miről van szó? Tudod, arról hallottam, hogy minket felkalasztolni, de már titeket felkalasztolni. Nem, te vagy. Hiszen a BBC már bebírzett. Mi a tehetél el nagy? A lényeg az, hogy te miért lettél kisebb? Lefogadnám, hogy néhány tanfolyamot jártam. Kegyelmez fejednek, nem kegyelmezek. Te úgy személtenéd. Már nem is hittem valójában, hogy... Egek... Jó van, drága uram, hát persze. Vigyétek a szobába, de most... Különben ezt a kettőt meg kell, hogy együk. De milyen szabadosznak tűnnek. Figyeljetek, lányok, segítem ide, hazamennünk. Gyertek mindenki a kocsihoz. Gyorsan! Beladtad azt? Persze, főnök! Remek! Akkor kezdődjék a nagy buli! Krista! Eppelke, nem láttak Krisztát? Hát kérdezd meg a drága szörnyet! Tudjatok bele! Minden odaig, addig a jó nagy lakománk lesz! Akkor van, de így jó nagy lakomán! Mindenki bezárni! Eppelke, te vagyasz! Hé, Krista! Csak valami bajon elessék! Mindig ez a kapukodász, én mondom neked. Ez nem tudom, hogy felszállnom, hogy lejjelhető lesz, hogy annyit mondhatom, hogy ez. Fura, egy kérdése. De ott van az ablak, ahol hozkodik. Na jó, mégis meggondoltam, szeretem a furikát, ez jó, ezt már nevezem. Furikázunk egy picit. Benne van a raktában? Biztos vagyom, benne van. Jó van. Na majd, ha hazaértünk, akkor van jó nagy lakomát szabunk. Mégis minél korodcsolsz? Ja, semmire. Sok éppenséggel kényeztetlek titeket. Hagyját, hogy éppen megkopasszon. De nálunk az a szabály, hogy itt elményt kezdvesz. Mert féltem, hogy ez. Pedig Hesse is mindenkorra megmondtam neki, hogy nincs több gyújtóra.
vagy odóórára nem feledkezve. Mióta jársz te gyújtóórákra? Hát, mert én ebből élek. Meg a kislány is jól mulat, én mondom. Ne halagudjatok, hogy ezt mondom, de attól tartok, hogy nekem tény iszonyom van. És ami a tény iszonyomat értem, az attól kis röhögnek rajtam, amióta így fulikázok rajtam. Csak próbálj ott a koncert látni. Rendben? Akkor így fulikázok rajtam. Na jó, még nem értem. Na miért maradtam le? Inkább menj vissza. Jó, rendben. Jó szétvartam oda, nem mondom neked, Odin, de az adat jó szipolkáz. Te mondd, hogy érzi magától szintes mi? Nem is tudom, lehet, hogy éppen rókányi szokott, de majd el lesz szinten talapig. Amúgy meg most végeztük a pátriáim, mondom. Gondolta, hogy ezt mondják, végre egy valódi paladicsom, én mondom. Paldicsom szálló, paldicsom ide, paldicsom ide, valami viszom ide. Hé, mi volt ez? Odi, miért ugrálsz, hogy mit te mondod? Összetett a szembe. Nekem mégis érzésem van. Talán majd hazafelé majd megijedtem valahogy is. Mondta, hogy ez is. Fincsi kis ragú lesz az ebéd. Hihetetlen. Készíthetitek a vacsorátokat. A mai menü a Krista peszenye. Krista peszenye. Krista peszenye? Jó, hey, Krista! Krista! Krisztina! Mene vagy? Itt vagyok, te balbál! Krisztina! Krista, na, szedd ki olyan, ilyen ragadott vészbe ragadtam. Mi folyik itt? Az utánáról van szó, szóval majdnem fel akart falni engem. Hát igen, valaki magyarázattal tartozik. És egy kis csipet nyízéke, és most jött a fölfújás. Mi ez? De, még itt volt? Hol lehet? Hé, hey, pajta, ezt egyed! Jaj, ez fájt. Gyorsan fel a tetőre. Ez út. Gyorsabban mindjárt utolél. Ha, bejutottunk. Jaj, ne csapdába estünk. Hova, hova? Végeztük a nagy. Hé, hey, fajtás! Na, na! Hát, jobban állsz a képére! Jaj! Fincsi paradicsom! Elég, ez nem bírom tovább. Segítség, ezek meg akarnak enni. Jaj, én már is vagyok. Két hónap a szívesével. Én váljon, taxi, váljon. Na hát, nem gondoltam, hogy a fotelunk ennyie kannibál. Azt ne is mondd. Van fogalmatok arról, hogy mi volt ez? Majdnem én lettem a vacsorája. Őszintén sajnáljuk, Krista. Nem tudtuk, hogy a fotelén viselkedik úgy, mint egy elmerodjat. Meg tudtak nekünk bocsátani? Persze, hiszen le vagyok a barátok. Persze, de lenne még egy apróska bökkenője. És már rá is jöttem el egy magyarázatra. Addig megszálljatok, amíg el nem készül a leves. Hiába. Miért nem inkább Hufnage Pistit választhattam volna? Ha ezt a két lát agyon nem taszítottam volna.
Hát, hogyha nem lenné ilyen koromba.